Élesedik a helyzet az Európai Konferencia Ligában is, ott is a legjobb nyolc közé jutásért zajlanak már a mérkőzések, egészen izgalmas párharcokkal is köztük, nézzük is meg, hogy mi várható szerintem ezeken a meccseken. Sziasztok, én Haraszti Ándám vagyok a Sport TV de ezen a héten is hallattok majd az RTL Pluszon, méghozzá először Európa Konferencia Liga mérkőzésen, hiszen a este esti időpontban úgy döntöttünk, hogy a Vitesz Róma mérkőzés mutatjuk majd meg nektek. Már csak azért is, mert a legtöbben már ugye rögtön a sorozat indulásakor a rómaiakat tartották a legnagyobb esélyesnek. Hát aztán látva itt az őszi szereplésüket, ezzel kapcsolatban azért merültek fel bennünk kétségek, de erről majd egy kicsit később, előbb nézzük meg, hogy mi a helyzet szerintem a többi párharcban. Azt azért előjáróban szeretném hozzátenni, hogy most olyan csapatok következnek, amelyeket nagyon keveset láttam ebben a szezonban, sőt leginkább csak összefoglalóban, hogy maximum ezekre, meg az eredményekre tudok a legtöbb esetben hagyatkozni. Kezeljétek értékér, semmiképpen se tegyetek házat, autót, semmit se rá. Kezdjük is a Partizán Feyenoord párosítással. Viszont a rá tudom vágni egyébként is, hogy a Feyenoord az esélyesebb. Ők ugye csoportgyőztesként jutottak tovább, nem is egyszerű csoportból az Union berlin -t és a Slavia Prahát is megelőzve, ez már azt hiszem önmagáért beszélő teljesítmény. A holland bajnokságban jelen pillanatban a harmadik helyen állnak, és azért koncentrálniuk is kell, mert az átmás sincsen nagyon messze mögöttük, hogy ebből a szempontból nem biztos, hogy a legnagyobb figyelmet fordítják majd a konferencia ligára, de ezzel együtt is azt hiszem, hogy mindenképpen egy erősebb csapatról beszélünk, mint a Partizán, amely egy jóval kevésbé izgalmas csoportban lett, csak második az össze, Igaz azért azt egyik hozzá, hogy a Slavia hogy ők már kiejtették itt az előző körben, hiszen nekik már akkor is pályára kellett lépniük. Szóval van miért aggódnia a alapvetően, de azért van náluk egy csomó nagyon tehetséges fiatal játékos, Justin Bailo a kapusuk például, abszolút meghatározó emberi nőtte ki magát az utóbbi időben a holland válogatottban, de tényleg rajta kívül is több mindenki érdemes lesz figyelni, úgyhogy azért innen szerintem a Feyenoord fog tovább menni. Ha már itt a prágai csapatok szóba kerültek az előbb, a szlávia Praha versenyben van, még végül is a Lask el fognak majd megmérkőzni a továbbjutásért, és egyáltalán nem lesz egyszerű feladatuk. Nekik már az is csalódás tényleg, hogy itt kell szerepelniük a konferencia ligában. Ezt valamelyest szerintem sikerült már azért kozmetikázniuk azzal, hogy kiütötték a Fenerbahcsét az előző körben. A Lászk pedig az utóbbi években ugye egészen szép eredményeket ért el, mind hazájában, mind a nemzetközi porondon is. Az idei szezon nagyon nem erről szól náluk, csak az alsóházban áll jelen pillanatban a Linz az osztrák bajnokságban, úgyhogy nem hiszem, hogy eleve komoly esélyesként kellene számolni velük ebben a párházban, meg azt sem, hogy nagyon komoly erőket mozgósítanának majd azért, hogy itt tovább jussanak. Szóval innen szerintem a Szlávia fog tovább menni. A Pau Kent is egy érdekes párosítás, két hasonló erejének tűnő csapattal. A Kent csak a hatodik helyen áll jelen pillanatban a belga bajnokságban, de nekik azért alapos a, a végét. szerintem az Európai Kupa szereplés a bajnoki teljesítményükre. Az utóbbi időben azért egész jó formában a csapat, megverték a bajnokságban és a kupában is a brüst, úgyhogy azért érdemes lesz rájuk odafigyelni. A Pau pedig a második helyen áll jelen pillanatban a görög bajnokságban, csak az olimpiákhoz előzi meg őket, amiért szerintem szégyenkezni valója semmiképpen sincsen. És már kijelentették a Michelinot az előző körben a abszolút fegyvertény, és mutatja azt is, hogy szerintem komolyan veszik ezt a sorozatot. nem biztos, hogy jelen helyzetében a bajnokságban megengedheti magának ezt a luxust, úgyhogy picivel nagyobb esélyt adnék a Pauknak, most így ránézve erre a párosításra, hogy kiarcolják a továbbjutást. Igaz, nem is magyaráz, nem tovább, menjen innen tovább a páok. Következően a Boldog Glimt, amely ennek a sorozatnak a legkellemesebb meglepetése, ugye a Róma elleni mérkőzésének köszönhetően szerintem az egész világon felkapták rájuk a fejüket, és az Alkmaarral fognak találkozni. Azzal az Alkmárral, amely a Feyenoord kapcsán már említettem, harcban van a dobogóért a holland bajnokságban, hogy már csak ezért sem feltétlenül gondolnám, hogy a legerősebb csapatával fog pályára lépni. Ez nekünk magyaroknak abból a szempontból lehet jó hír, ugye, hogy talán akkor Kerkes is lehetőséget kap esetleg végre kezdőként majd az egy AZ színeiben. Akárhogy is van egy olyan érzésem, hogy tényleg a norvégokat komolyan kell venni, és én örülnék, hogyha tovább tartana ez a remek sorozat az ő részükről, úgyhogy kicsit ilyen wishful thinking módon is, de azt mondom, hogy okozom megint meglepetést, a boldog és menjenek tovább a következő fordulóba. Na jöjjenek az igazán érdekes párosítások, kezdik ezek közül is a Leicester-Rennel. A Leicester ugye nem áll túl jól a bajnokságban, viszont kicsit ilyen földje helyzetben van. Brendan Rodgersnek ugye az állását is kell féltenie, a hírek szerint a csokaplegyka ezzel kapcsolatban, de igazából se előre, se hátra nagyon elmozdulni komolyan nem tud ez a csapat. És láttuk ugye az előző körben is a Randerszel szemben, amely eleve nem tűnt egy olyan nagyon erős ellenfélnek, azzal együtt is, hogy mennyi sérültje volt Rajesnek, egészen erős csapatot küldött pályára. Úgyhogy szerintem ők azért szeretnének ebben a sorozatban komolyan gondolkozni, nem kizárt, hogy még egészen messze is juthatnak majd, az erejük mindenféleképpen megvan ehhez. Ahogy a meg lenne a rendnek is, amely viszont nincsen nagyon lemaradva még a második helyről sem jelen pillanatban a francia bajnokság táblázatán, úgyhogy szerintem ők azért inkább arra fognak koncentrálni, ezzel együtt is játszhatnak nagyon jó meccseket szerintem majd a Leszterrel, oda-vissza. Azt hiszem, hogy az angolok lesznek azok, akik egy picit komolyabban veszik ezt a pályát. Párharcot. összességében, hogyha a legerősebb csapataik léphetnek pályára, erősebbnek is gondolnám őket, jó meccsek lesznek, de lesz fog tovább menni. Eindhoven kőben állven, hogyha ennek a párharcnak a mérkőzéseit mondjuk ősszel játszák, akkor nagyjából hasonló erők küzdelmét vizionáltam volna. Viszont a Köbenháven nagyon sokat veszített azzal, hogy Jonas szindel, elhagyta a csapatot, aki a legjobb gólszerzője, legjobb játékosa is volt ennek a csapatnak az utóbbi időben, ő most már ugye Wolfsburgban játszik. Nélkül azért sokkal nehezebb lesz ezeken a mérkőzéseken is már a Kopenhágának. Az Eintóban pedig ugye a második helyen jelen pillanatban a holland bajnokságban. Nekik is egy kicsit csalódás azért, hogy csak itt szerepelhetnek. Egy nagyon nehéz csoportban végeztek harmadik helyen az Európa Ligában a Monaco és a Real Sociedad mögött, úgyhogy ebből a szempontból azért olyan nagyon nagy szégyent nem vallottak ők sem az ősszel szeretnének szerintem itt vigasztalódni majd a konferencia ligában, az Eindhoven is lehet egy favorit majd itt a későbbiekben, úgyhogy én azt mondom, hogy innen a hollandok fognak tovább menni. Marseille Bázel, ez ugye Szalai Ádám miatt is egy érdekes párosítása számunkra, aki egyre többet játszik a Bázel csapatában, és ugye góllal mutatkozott be rögtön az első mérkőzésén. A Marseille pedig a Ren kapcsán már említettem, hogy mennyire szoros a helyzet a francia bajnokságban ott a Paris Saint-Germain mögött. Ők is ebben a mezőnyben találhatóak jelen pillanatban éppen a harmadik helyen. Egyetlen pont választja őket a második helyzet Nidzától, és egyelőzik meg a már emlegetett Ren csapatát, úgyhogy elég egyértelmű, nekik a bajnokságra kéne koncentrálni. A Bázelnek nincsen rossz csapatat, de azért nem mennek túlságosan jól. Mostanában nem véletlen, hogy elég teljesen a zsebükben nyúltak itt a téri időszakban, és próbáltak változtatni a csapat keretén. A Márce nyilvánvalóan egészen más mélységű kerettel és más anyagi lehetőségekkel dolgozik, mint a Bázel, úgyhogy ha még egy picit kevésbé is veszik komolyan ezt a párharcot, akkor is esélyesebbnek kell őket tekinteni. Az nem kérdés, hogy kinek szurkolunk ebben a párharcban, de szerintem azért a Márcek fog tovább menni. És akkor következzen az a párharc, amelynek az első mérkőzését én fogom közvetíteni. csütörtökön 18 óra 45 perctől, Vitesse-Róma Arnhemben. A vitesse nagyon komolyan venni azért azt hiszem, hogy nem kell, de azért láttuk, hogy a Rómát csúnyán megfázni már ebben a szezonban Norvégiában is. Nem hiszem azért, hogy hasonló probléma felmerülhetne Hollandiában, Mourinho persze tartalékos csapatot fog minden bizonyal pályára küldeni ezen a mérkőzésen is, főleg, hogy mennyire szenvedősen hozzák a meccseket mostanában az olasz bajnokságban is, nem menjünk messzire, ott volt a Spéci elleni meccs, ott a 97. percben berugott büntetőn vele egy nullára tudtak győzni, de azért ez azt is mutatja, akár az Atalanta elleni teljesítmény is, hogy ez a csapat képes ilyen eredményeket akár kibrusztolni is magából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tanultak azért itt az őszi dolgokból a róma játékosai, meg valószínűleg Mourinho is. A ez azért csak a hatodik helyen áll jelen pillanatban a holland bajnokságban, nem is olyan régen egymás követő mérkőzéseken kapott ki 5-0-ra az ajax és a PSV-től is, ez szerintem nagyjából beárazza a teljesítményüket. Szép dolog, hogy a Rapidot kiejtették az előző körben, de azért alapvetően azt hiszem, hogy mindent egybevéve ennek a párháznak egyértelműen a Róma az esélyese. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Természetesen kíváncsi vagyok arra is, hogy ti ezekről a támasztásról, így írjátok meg a kommentek között. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy a lájkra, és természetesen lesznek majd hasonlóak a továbbiakban is. A jövő héten például a Sport TV majd én közöttem a bajnokok ligája sorsolását, így ez a kapcsolatban szerintem majd egy gyors reagálású videót készíteni nektek. Hogyha ezekről sem szeretnétek lemaradni, én légy a csatornára, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy